Száraz november, néhányan már találkozhattak ezzel a kifejezéssel, most a Nyíregyházi Talentum Alapítvány által nemzetközi kampány mellé. Ez a kezdeményezés 2015-ben indult, akkor a Tilos Rádió indította ezt útjára angol mintára, hogy egy pár száz hallgatójával együtt megpróbálták ezt a novemberi hónapot alkoholmentesen végigcsinálni. Tavaly a Kékpont Alapítvány hozta be ezt a köztudatba, és idén úgy gondoltuk, hogy mivel a Talentum Alapítvány is szenvedélybetegekkel foglalkozik elég régóta, hogy ezt a Nyíregyházán is érdemes megvalósítani. A gyakorlatban ez majd úgy néz ki, hogy játékos feladatokkal csoportos foglalkozást szervez az alapítvány november hónap minden péntekén, ahol a résztvevők megoszthatják egymással a tapasztalataikat, de a célok között szerepel a megfelelő önismeret kialakítása, és hogy az emberek ráismerjenek arra, hogy milyen a viszonyuk az alkoholfogyasztással. Egyes felmérések szerint ma Magyarországon mintegy 800 ezer embert érint az alkoholizmus, mint szenvedélybetegség, évente pedig 30 ezeren halnak meg alkohollal kapcsolatos betegségekben. Inkább 30-35 év felett jelentkezik, amikor már látható testi tünetei is vannak, valamint akkorra válik az alkohol függőség olyan problémává, ami a szociális kapcsolatokat vagy akár a munkahelyi légkört is meg tudja mérgezni. Az Erkelti rendőrőrs fölött a Damjanics utca nyírségi civilház első emeletére várják a jelentkezőket.